A Cseresznye és a megy legjelentősebb gazdasági kárt okozó kártevője a Cseresznyelégy, amely néhány hete megjelent a Karcagi kertekben is. Ezeken a korai Cseresznyéken nem fogjuk megtapasztalni, majd a Cseresznyelégynek is van a nyersző, ő és a finom Germers Dolfi Cseresznyét szereti, és azon a fajtán fogjuk először tapasztalni az úgynevezett kukacos vagy hüves Cseresznyét. A cseresznyelégy lárvája a gyümölcsbe furkálva táplálkozik, fejlődik, és ennek következményeként a mag körüli részek elpípesednek, elbarnulnak. A sérülés miatt a termés később kezd rohadni. A legyek legszívesebben a fakorona déli, legmelegebb oldalán tartózkodnak. A megtermékenyült nőstények a petéiket a terméshéj alá rakják a tojócsövükkel. Általában a színesedő terméseket kedvelik, de a zöld termésbe is rakhatnak tojásokat. A peték 6-10 nap alatt fejlődnek lárvává, majd a lárvák fejlődése 10-12 napig tart. A kifejlődött lárvák a földre vetik magukat, 10-12 cm mélyre lefurakodnak és ott bábbá alakulnak. Ilyenkor rajzik a cseresznyel ezt hogy bemutattuk, a sárga lappa lehet nagyon jól előrejelzni. A sárga vonza, a sárga szín vonza ezt a cseresznyelegyet. amit nagyon könnyű felismerni, mert akkora, mint egy normál, egy házi légy, hogy így mondjam, csak a szány rajzolata ilyen csíkos és hogyha megjelenik a sárga az a cseresznyelégy, akkor attól, kezdve számítjuk a rajzás kezdetét, és a rajzás kezdetétől kb. Olyan 10 nap múlva, 8-10 nap múlva időjel hőmérséklettől függően kell a permetezést megcsinálni, mert akkor fogja a tojást, ugye lerakja a cseresznyére, egy a tojást a cseresznyére, és 8-10 nap múlva kell ki a kis nyű, ami belemászik majd a cseresznyébe, és azt fogja okozni a idézőjelben kukacos cseresznyét, ami egyébként nyűves cseresznye, nem kukacos, és a védekezés nekünk arra kell irányítani, hogy addig csináljuk meg a permetezést, amíg bele nem fúr a cseresznye, Mert ha belefúrt, akkor már vége. Tehát azt az időszakot kell kitálni, amikor ki kell találvágni a tojásból, és még nem fúrt bele. Na most ott követik, el, ott követik el a sok hibát a termelők, hogy nagyon korán védekeznek a cseresznyelégy ellen, indokolatlanul, tehát felhasználnak egy csomó vegyszert, nincs neki semmi hatása, és ennek tehát miután nem jól időzítették, kukacos lesz a cseresznye. Na most a megyet is megtámadja sajnos, mert az utóbbi években vizsgálatok bebizonyították, hogy nem csak az Európában őshonos cseresznyelégy van a, a cseresznyafák környékén, hanem Amerikából is jött be egy cseresznyelégyfajta, ami nagyon hasonlít az európaihoz. A szány rajzolat egy picikét más, de hát azt nem is muszáj elkülöníteni de ennek az a tulajdonság, hogy sokkal később is fog rajzani, és ezért a megyen is van most már cseresznyelégy kártétel. A fák északi oldalát kivéve sárga lapokat kell elhelyezni a lombkorona külső felére, és amikor megjelennek rajta a cseresznyelegyek, el kell kezdeni a védekezést. A cseresznyelégy elleni védelem történhet cseresznyelét csapda segítségével, vagy radikálisabb, vegyszeres permetezés útján, attól függően, hogy csak egy-két fát kell megvédenünk, vagy egy nagyobb kertet. A cseresznyelégy május-június folyamán okoz problémát a kertekben, ugyanis ekkor alakulnak ki, kezdenek el érni a zöld cseresznyék és megyek. Folyamatosan figyeljük a fákra ragasztott sárga papírokat, amelyek mutatják, mikor kezdenek el rajzani a kártevők. Ekkor, ha nagyobb a kert, érdemes lecsapnunk felszívódó vagy kontakthatású permetszerekkel.